Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják. Antalfalva egy olyan horvátországi település, ahol jelentős magyar kisebbség él. Évek óta tartó kapcsolat köti össze Csikós Tötőssel és Dombóvárral. Az összetartás és barátság erősítésére ezúttal horvát-magyar mérkőzést rendeztek. Nem volt vérre menő csata, sokkal inkább a barátság és a közös élmény szerzése volt a cél. Persze az amatőrök is tudnak látványos cseleket bemutatni. A három település kapcsolata évekkel ezelőtt kezdődött, és rendszeres része volt a programjuknak a sport. A Dombóvári Vasúti Csomópontnak van egy öreg fiúk csapata, akinek a mozgatója Kőhalmi Antal úr, aki több rendezvényünkön részt szokott venni, és az elmúlt évben megkeresett bennünket, hogy az ő öreg fiúk csapatának, tehát a Vastas öreg fiúk csapatának van egy nagyon jó kapcsolata Horvátországban, itt Eszék mellett Antunovac községnek az öreg fiúk csapatával, hogy hallották, hogy mi rendezünk már hasonlót hosszú évek óta a Víri Mornár öreg fiúk csapatával, hogy lenne lehetőség egy ilyen közös tornára. Mi ennek szívesen álltunk elébe, ez a kezdet, egy kapcsolat kezdete. El is jöttek, megszerveztük közösen Csikós Tötős önkormányzatával, Csikós Tötős polgármesterével, Pintés Szilárd úrral, aki helyet biztosít számunkra ez a mérkőzéshez, és hát sajnos a mostani körülmények ellenére azért szép számmal részt vesz mindenki benne. Három csapatos forduló lesz, ahogy mondtam, az Antunováci öregfiúk csapata van itt, a Dombóvári Vasúti Csomópont öregfiúk csapata és a Dombóvár Csikós Tötősi öregfiúk csapata vesz részt. Ezért a mai napra kitűzött három kupáért, hogy mindenki nyertesen, izőjelben nyertesen távozhasson. A mérkőzésre kilátogatott Dragó Horvát, Horvátország pécsi főkonzulja is. Nekünk Magyarország egy szomszédos, és ami a legfontosabb, egy baráti ország, és úgy, ahogy gazdaságilag együtt szeretnénk működni, úgy sport szempontjából is folytatni szeretnénk ezt az együttműködést. Nem is az eredmény véleményem szerint itt a legfontosabb dolog. Itt a legfontosabb dolog az, hogy ez az esemény mennyit számít az itt élő horvát közösség részére. Pintér Szilárd, Csikós Tötős polgármestere, maga is pályára lépett települése öregfiúk csapatában a szomszédos dombóváriak ellen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ezek a találkozók. Évekre visszamenően most már évente egyszer, de inkább kétszer horvát településekről érkeznek ide csapatok. Vírről, illetve most ugye Antal falváról érkezett. Nagyon fontos, hogy ez a mai alkalomhoz Dombóvári Vasúti Csomópont amatőr öreg fiúk csapata is csatlakozott, és így egy hármas tornát tudtunk szervezni. Azt gondolom, hogy nagyon szívesen járnak ide vissza a külföldről a vendégeink, hiszen ők már úgy érzik, mint a hazaérkeznének, és egy kötetlen oldott hangulatban fogjuk befejezni ezt a villámtornát, ahol igazán azt gondolom, az elmúlt évek tapasztalatán mindig születnek új barátságok, amelyek előbbre viszik településeink ügyeit. A meccseket a horvát-magyar barátság és a települések közötti összetartás erősítése érdekében rendezték meg. Úgy gondolom, hogy az ilyen események és az ilyen találkozások mindig segítik főként az olyan kisebb közösségeket és községeket, mint Antalfalva. Antalfalva Horvátországban egy kis községnek számít, 3700 lakosa van, és mindig új lehetőségek, mindig új képek nyílnak meg előttünk, amikor találkozunk másik településsel, belátásunk nyílik, hogy ők hogyan szervezik dolgaikat, és ebből mi is tanulhatunk. Csikós Tötősön tartotta vezetői értekezletét a Hungária Takarék vezetősége. A helyszín nem véletlen. A település egyike azon kis településeknek, ahol számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt időszakban. Éppen a szokásos vezetői értekezletét tartja a Hungária Takarék vezetősége. Ezúttal Csikós Tötősön gyűltek össze, hogy átbeszéljék a legfontosabb teendőket. Most is itt Csikós Tötösön a szokásos, mondhatni azt a munkákat végezzük, csak egy picit rendhagyó keretek között, de ennek már szép hagyománya van. Évek óta törekszünk arra, hogy úgy negyed évente a takarékszövetkezet, mondhatni kicsi ridegebb falai közül, ellátogassunk olyan helyekre, ahol a takarékszövetkezet működési területén valamilyen speciális érték található. És nagy szerencsénk volt, mert Csikós Tötösön most került átadás ez a gyönyörű létesítmény.
a vidéki életforma jellegzetességei, hagyományőrzés szempontjából, van ennek az épületnek egy művészeti része is, tehát nagyon sok olyan fogodzó van a mostani látogatásunkban, amivel jóval többet tudunk ma a takarék vezetői körre számára biztosítani, mint hogy szakmai kérdésekről beszélünk, stratégiáról, üzletről. Egy picit belelátunk Csikóstöttös és térségének a hagyományaiba, a kultúrájába. Az önkormányzati kapcsolatrendszerünk, a beágyazottságunk az amúgy is elmélyültnek nevezhető, talán túlzás nélkül mondhatom ezt, hiszen jelenleg közel 80 települési önkormányzatnak a pénzügyeit a Hungária Takarék bonyolítja. Ez azt jelenti, hogy jellemzően kis településekről beszélhetünk itt, 1000 vagy 1-2000 fős településekről, hozzáteszem, van már városi kategóriájú település, például a legnagyobb önkormányzati partnerünk az Dunaföldvár városa. A cél az, hogy a kistelepülési önkormányzatok pénzügyeibe profi szakértőként tudjunk megjelenni. Csikóstöttös számos fejlesztést hajtott végre az elmúlt időszakban. Megszépült a Hunyadi tér, korszerűsítették a közvilágítást, felújították az oktatási intézményeket, a hivatalt és az orvosi rendelőt, de jutott pénz a csapadékvíz elvezetésére is. Így a község a jövőben nem csak ilyen értekezleteknek adhat helyszínt, legalábbis ezt remélik a korszerűsítésektől, fogalmaz Pintér Szilárd, Csikóstöttös polgármestere. Megpróbáltuk megragadni a lehetőségeket, és ennek mentén elhatunk ebbe az épületbe is, amit tavaly össze sikerült átadnunk. Egy turisztikai projekt mentén 3 attrakciót sikerült elkészítenünk, hagyományok házát, a vizek világát és egy egészségpontot. Nyilván nagyon boldog vagyok, hogy ez elkészületett, és várjuk már, hogy végre jöjjön a május, hogy el tudjunk üzemszerűen kezdeni működni, és várjuk azokat a csoportokat, akik kíváncsiak a töltési fejlesztésekre. Azt gondolom, hogy ma már egy napot el lehet tölteni. Ez egy toppos pályázatból valósult meg, mind a 3 elem, ez egy 100 millió forintos fejlesztés volt mindösszesen. Nyilván ez tartalmazza azokat az eszközöket is, amikbe beszereztünk ezekbe az ingatlanokba. Orvosi rendelőt is sikerült tavaly ugye felújítanunk szintén toppos pályázatból, és az előbb már említettem, a főteret, buszvárókat szeretnénk az idején felújítani, illetve kicserélni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a település életében, és ezt már 3 évet csináljuk, a startmunka keretében mi térkövet gyártunk. Gyakorlatilag az elmúlt 3 évben több mint 4 km járdát sikerült letérköveznünk, körülbelül 3 km van maga vissza. A Magyar Falu programban szintén nagyon fontos elem, hogy 5 millió forintotra lehet pályázni anyagbeszerzésre, ami azt gondolom, hogy kellő fedezetet nyújt arra 3 km járda elkészítéséhez szükséges alapanyagbeszerzésére. Mi abban is szeretnénk pályázni, és szeretném, hogyha 2020 év végig a falu összes járdája térkővel lenne lerakva. Itt azonban nem áll meg a település, számos egyéb fejlesztés van tervben, amivel tovább szépülhet, fejlődhet a község. Az önkormányzat ugyanis azt tartja a legfontosabb feladatának, mondja a település első embere, hogy a faluban mindenki megtalálja a számításait, és ne vándoroljanak el az itt élők. Természetesen a líder pályázatok is nagyon fontosak számunkra, hiszen a falufejlesztés líder módra pályázati csomagot azt pont tegnapi nap bíráltuk, hiszen a helyi bírálóbizottságnak most volt a lehetősége rá. Nagyon örültem, hogy minden az érintett 36 településről egy kivételével érkezett be pályázat, és nagyon remélem, hogy a nyár folyamán ezeket meg is tudja valósítani minden település. Ezek nyilván kisléptük infrastruktúrális fejlesztések, amiből egy parkot, egy játszóteret, vagy ami a településnek fontos, meg tudják csinálni, hiszen 5 millió forint azt gondolom, hogy nem kevés pénz egy ilyen kis településen, mind akár Csikóstöttös. Régi evangélikus szokás a nagypénteki passió olvasás. Kaposszegcsőn a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében elevenítették fel idén is Krisztus szenvedés történetét. A passióra a község minden lakóját várták. A húsvét az az időszak a kereszténység életében, mely liturgikusan talán a legszínesebb, a legszomorúbb, a legemelkedettebb, a legörömtelibb. Nagypénteken Jézus szenvedésére és halálára emlékeznek a hívek, ekkor járják végig a keresztutat, vagy tartanak passió olvasást. A keresztút az a 14 állomásos út, amit Jézus is megtett a Golgotára, a kereszt halálig. A keresztény egyházunkban és evangélikus egyházunkban is nagypénteken Krisztus halálára emlékezünk, már előre tekintve arra, hogy ő feltámadt. Itt Kaposszegcsőn hosszú évek óta minden nagypénteken, nem csak délelőtt van Isten tisztelet, amikor élhetünk az úrvacsora szentségével is, hanem passió játékot is szervez a közösség, és ebben az egész falut is igyekeznek bevonni, illetve az evangélikus gyülekezet is helyt ad ennek, és egy közös élmény minden keresztény testvér számára.
egyrészt örökérvényű üzenete van, másrészt 2019-ben is megéljük, hogy a bűneinket Istenre kell hagyni, és előtte megvallani. Amikor most leégett a párizsi Notre Dame, és sokak számára megdöbbenés volt, akkor sokan teszik föl a kérdést, hogy Isten megbünteti az embert azért, mert tőle elfordul. Istennek joga van megbüntetni a bűneinket, de Isten most is arra hív, hogy benne ne azt lássuk, hogy ő a bűnöket megbünteti, hanem azt is, hogy megbocsát nekünk Krisztus által. Tehát fontos, hogy meglássuk a bűneinket, hogy azokat Krisztus a keresztvára vitte, és hogy meglássuk azt is, hogy bűnbocsánatot kapunk általa. Tehát van mindig új kegyelem 2019-ben is a számunkra. A húsvét a hit ünnepe. Jézus sír, szenved, elkeseredik és fél a Getsemáné kertben. De Jézus döntése mindig teljes emberi döntés. Emberként meghal, de aztán feltámad. Ezt a belső és külső utat jeleníti meg, a passió. A passió játék az már hagyománya ebbe a gyülekezetbe. Én a hittanosokkal csináltam először passiót, aztán elmentem nyugdíjba, és a gyerekek már nem úgy álltak a rendelkezésemre, ahogyan eddig, és egyszer úgy csináltuk, hogy a gyerekeket bevontuk, most csak felnőttek a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai, Dudás Zoltánné, Veszeli Istvánné, Simon Ilona, mi csináljuk a passiót a lelkészek bevonásával, és Márfai Attiláné énekel iskolánk tanára. Kis Anikó orgonál, az idei passió játék végül is a hős áldozatnak szól, tehát amit a kereszten Jézus Krisztus tett értünk emberekért. A megváltás, a megváltásról szól, és az, hogy nekünk örök élete legyen, és bűneink bocsánatot nyerjenek. A húsvét a keresztények szerint a végtelen szeretet megjelenése. Ajándék az atyától, élet, amellyel megajándékozza fiát, aki szeret bennünket. Többes szerepben tehát, de nagyon személyesen tud feltárulni a misztérium. Volt már, hogy a Máté passiót, volt, hogy a János passiót, ez most egy újabb, amit így találtunk. Három fő szereplő van itt, az igeolvasó, a narrátor és a versmondó, én a narrátor leszek. A passió elvezet az utolsó vacsora termébe, a kenyér megtöréséhez, az osztozáshoz, a magányos imádsághoz, az elárultatáshoz, az elhagyatottsághoz, a fizikai szenvedéshez, az értelmetlen ítélkezéshez, de elvezet húsvét vasárnap hajnalának öröméhez is. Több mint 20 esztendeig volt a Kaláka Együttes tagja, majd saját útját kezdte járni. Ma is rendszeresen lép fel felnőtt és gyerekprogramokkal. Huzella Péter ezúttal a kaposszegcsői gyerekekkel énekelt együtt. Garbonciás Péter, hány kilométer, az túl, melyet ide jöttél a hátadon cipelni, meg vagy jó. Benne a szél, benne a tűz, benne a vízlabot, benne a város, benne a házak, benne a csillagok. A 80-as években a Kaláka Együttes énekelt verseivel új szint hozott a magyar zenei életbe. Ennek az együttesnek volt tagja Huzella Péter is. A közel két évtizedes együttmuzsikálásnak aztán vége szakadt, amikor Huzella önálló úton kezdett járni. Ma is ezt tapossa. Énekel felnőtteknek, gyerekeknek. A Kaláka ma is prosperál, Péter is részese az 50 éves fennállását ünneplő zenekar jubileumi program sorozatának. Ez egész évben ünnepli a Kaláka ezt az 50. születésnapot, úgyhogy nagyon sokszor vagyok vendég most már a Kalákában. Most például legutóbb Nagyváradon jártunk, ahol 1981-ben voltunk először közösen, úgyhogy most előjöttek a 81-es, a 1990-es emlékek, és ez nagyon jó volt, és újra játszottuk a régi dalokat együtt. De aztán annyira vágytam a saját zenémre, hogy azt fejtsem meg, hogy mire vagyok én képes egyedül, és abban a stílusban, ami megjegyzem így, messze nem olyan izgalmas és érdekes, mint a Kaláka, ami ugye négyféle stílusba tevődött össze mindig, de nagyon élvezem, hogy egyedül játszom. Na?
Mivel nem az iskolában vagyunk, a jelentkezés az nekem semmit se jelent. Magyar népmesék, így van. Van, ami nemzedékeken átívelő, ilyen a Magyar Népmesék sorozat is, melynek zenéjét is a Kaláka zenekar tagjai írták. Sajnos, mondja Huzzella Péter, arra, amit a Kaláka kitalált, ma már nem akkora az érdeklődés. De ez azért van, mert a világ nagyon kinyílt, hirtelen, rettenetesen kinyílt. Most már nem az van, mint az Amerikában, hogy a nyugati part és a keleti part között is van egy év különbség, és aztán még egy év, mire az átér Európába, és aztán mennyi idő, mire ideér. Most már azonnal itt van minden. Tehát a nyugati part is itt van azonnal, zenében is, szövegben is, stílusban is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy már nem tudna olyan népszerű lenni. Egy ilyen dolog nem is olyan népszerű, mint akkor volt, amikor ez egy reveláció volt, ez egy relatíve újdonság volt. De már akkor is máshogy csinálta Sebő Feri, máshogy Cseh Tamás, máshogy énekeltek a Szélkiáltó Pécset. Tehát mindenkinek megvolt a maga útja, ezek ilyen szerteágazó utak voltak, mert semmi előkép nem volt. De tegnap éppen a Nemzeti Színházban versünnep volt, és Erdélyből is érkeztek verséneklők, Budapestről is, Felvidékről is, és azt hiszem, vettem észre, hogy a régi Kaláka stílus nyomokban azért ott van mindegyikben. A gyerekközönség azonban nem változik. Huzzella nagy rutinnal percek alatt lázba hozza őket. Most már tudják a költők is, hogy vannak éneklők, verséneklők, és azokra is tudnak gondolni néha. Tehát néha születnek nem versnek, hanem dalszövegnek születnek költemények, amikor egy énekesre gondol. Hát Zalán Tibor ugye egy csomó szöveget úgy ír nekem már, hogy tudja, hogy ez dalszöveg lesz. Tehát dalszövegnek ír meg vers témát esetleg. Tehát ők már erre gondolnak is néha. Nem misszió, amit csinálok, mondja, hanem öröm. És addig nem nyugszom, amíg ezeknek a manóknak nem látom a szemében a tüzet. Én megélvezem. Így aztán gyerek lehetek köztük. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!